Elindulnak a nyári táborok, pályaorientációs programot is szerveznek Békéscsabán. Ismét Békéscsaba a bábjátszás fővárosa, szerdától vasárnapig tart a 18. Nemzetközi Bábfesztivál. Táncoslábú nyugdíjasok 13. alkalommal rendeztek országos szenior táncfesztivált. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Noha az önkormányzat már számos lépést tett a klímavédelem felé, fel kell készülni a tudatos beavatkozásra, hangzott el a Hajrá Békéscsaba frakció keddi sajtótájékoztatóján. A szervezet képviselői a június 16-ai közgyűlés döntéseit értékelték. A Hajrá Békéscsaba Egyesület elkötelezett a környezetvédelem mellett, hangsúlyozta a szervezet frakció vezetője. Juhász István erről a város klímastratégiájának megszavazása kapcsán beszélt. Ez a terv csak addig marad terv, amíg gyakorlati kérdésekben is döntések nem születtek, és gyakorlatilag ezeknek a kérdéseknek a későbbi sokszori tárgyalása és majd a végrehajtása vezethet odáig, hogy a stratégiából megvalósítás történik vagy lesz. A Körösök Völgye látogatóközpontban hamarosan új ifjúsági tér jön létre, erről már Szigeti Béla beszélt. Az önkormányzati képviselő szerint fontos, hogy a fiatalok számára létrejöjjön egy új közösségi hely. Fontosnak tartom, hogy legyen egy hely tényleg, ahova mehetnek, ahol kulturált körülmények között tudnak szórakozni, szabadidőt hasznosan eltölteni. Fontosnak tartom azt, hogy ebben a helynek lesz egy felügyelője, a Táliber Alapítvány. Ha bármilyen intézkedésre szükség van, fiatalokról van szó, természetesen előfordulhat, van kihez fordulni, van a helynek egy felelőssége, aki szükség esetén intézkedni tud. A képviselők emellett kitértek az egészségügyi alapellátás helyzetére is. Mint mondták, az önkormányzat természetben és anyagi támogatással is igyekszik segíteni az orvosokat Békéscsabán, de ha kell, a további juttatások bevezetését is fontolóra kell venni. Az lenne a cél, hogy a turisták a megye székhelyen költsék el a pénzüket, fogalmazott a DK önkormányzati képviselője a város turizmusfejlesztési koncepciója kapcsán. Dancsó Tibor a nyári szünet előtti utolsó közgyűlés döntéseit értékelte kedden délelőtt. Az önkormányzati képviselő kiemelte, a klímastratégia lényege az lenne, hogy csökkentsék a károsanyag kibocsátást, illetve erdősítsenek, fásítsanak. Dancsó Tibor elmondta, a város turizmusfejlesztési koncepciója 4 évre határozza meg a tennivalókat. Kiemelte, hogy egy jó tervezetről van szó, de szerinte abban az esetben, ha nem történik semmi, a koncepciót akár be is lehet tenni a fiókba. Nagyon fontos lenne, hogy azokat a paramétereket, amik jellemzik azt, hogy jól csináljuk-e a dolgokat, azokat vegyük elő. Például ilyen, hogy látogatók száma, vendégészakák száma, vendégek száma, és ezt folyamatosan mérjük, teszteljük, ellenőrizzük. A képviselő a város orvosi ellátásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy most 3 olyan körzet van, amely betöltetlen, illetve 14 olyan házi orvos van, aki már elérte a nyugdíjkorhatárt. Arra hívtam fel a közgyűlésen a figyelmet, hogy ezzel valamit intenzívebben kell tenni, mert most ugyan van programunk arra, hogy a házi orvosokat csábítsunk ide, illetve hogy a meglévő házi orvosainkat itt tartsuk. De ez láthatóan nem elegendő. A politikus szerint abban az esetben, ha ezen az arányon nem sikerül változtatni, akkor pár éven belül az orvosok közel 30%-a kiesik majd a rendszerből. Az árpával kezdődött el az aratás Békés megyében. A 22 ezer hektár termőterületről eddig lejött termény minősége és mennyisége messze a tavalyi átlag alatt van. A búza is beérett már és az aratásra vár, azonban itt is hasonló a helyzet. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Ez sajnos mindenféleképpen elmondható, hogy a Békés megyei gazdák várakozásait abszolút nem hozzák be. Két fő növénykultúra, az árpa és a búza. A gabonáknál silány a mennyiség, a minőség, korai érettek a növények, nem kaptak csapadékot, legalább 150-200 milli csapadék hiányzik a földből. És egyébként, hogyha megnézzük a számokat, akkor például egy jó évben 7-9 tonna per hektár, ami lejön az árpából, és idén
2-5 között van körülbelül. Én Adamcsik Lászlót kérdezem, a Csabai Raktár Szövetkezet elnökét, hogy mekkora, hát mondjuk úgy, hogy bukás, tehát mennyit tud veszíteni ilyenkor a gazdálkodó, hogyha ilyen silány mennyiség és a minőség? Gyakorlatilag a krónikus csapadék hiány következtében, ugye a 2 kötőjel 5 tonna termés átlag az megállja a helyét. Sajnos az látható, hogy ez a mennyiség a magas árak ellenére nem fedezi a gazdák költségeit. A hektáronkénti elkönyvelhető veszteség az 100-250 ezer forint is lehet. Meg lehet nézni, hogy ha megnézzük a csapadék hiány következtében kialakult apró kalászokat, ez fele sincs, mint aminek lennie kellene. Olyan aprók, és maga a árpa szemek is egészen picikék. Ez okozza azt, hogy hektáronként 2-5 tonna termésátlagot lehet regisztrálni, és sajnos a minősége, a hektoliter súlya is elmarad a szokásostól. Még így a beszélgetésünk végére azért talpon áll még a búza is mellettünk, de annak is az aratása elkezdődik. Ez milyen szinten hozhatja be a gazdák hozzáfűzött reményeit, ha jól tudom, az sem. Nagy valószínűséggel a búza nagyobb vesztese lesz ennek a szárazságnak, ami kialakult. Lényegesen csapadék igényesebb a búza, mint az árpa, és az a négyzetméterenkénti 100-150-200 liter csapadék, mert ugye ennyi milliméter hiányzik, ez mindenképpen rányomja a bélyegét a gabona mennyiségére is és a minőségére is. Nem tudta kihízni a gabona szemek. Nagyon szépen köszönjük, egy sajnos ez a helyzet. Jövő héten egyébként, hogyha az árpa már bement a magtárakba, akkor utána jöhet a búza. Csak búzából egyébként itt a Békés megyei gazdák több mint 100 ezer hektáron vetettek. Nem fogja behozni hozzá fűzött reményt, ez már biztos. Negyedik alkalommal rendezi meg pályaorientációs nyári táborát a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy az 5., 6. és 7. osztályos tanulók betekintést nyerjenek különböző szakmák, foglalkozások világába, ezzel is megkönnyítve a pályaválasztást. Hétfő reggel a Munkácsi Hotelben kezdődött el a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tábora. Az egész hetes program első turnusában mintegy 20 gyermek vesz részt. A fiatalok bekapcsolódhatnak a Békés Csabai középiskolák tanműhelyeinek tevékenységébe, hírszerkesztőséget látogatnak, orvossal, fogtechnikussal, könyvelővel beszélgethetnek, de bepillanthatnak Gyulán a bíróság, Békés Csabán pedig a mentőállomás mindennapjaiba. Még nem tudom, melyik középiskolába tanuljak tovább, hogy hova menjek, és hogy ez segít eldönteni, hogy hova tanuljak tovább. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályának vezetője elmondta, hogy 4. éve szervezik meg a tábort, és az érdeklődés miatt idén már 4 turnust indítanak. Az első év kivételével, amikor kizárólag tematikus tábort szerveztünk az egészségügy területén, most minden nap más ágazatba kalauzoljuk el a gyerekeket, így megismerkedhetnek vendéglátóiparral, építőiparral, egészségüggyel, kreatív iparággal, különböző programokat szervezünk nekik. A Békés Csabai Szakképzési Centrumnak a közreműködésével. A kamara további 3 pályaorientációs tábort szervez idén nyáron, június 27-től július 1-ig Orosházán, míg július 1. hetében és július 18-tól 22-ig Békés Csabán. Szerdától vasárnapig ismét Békés Csaba lesz a bábjátszás fővárosa. A Békés Csabai Napsugárbáb Színház összesen 18 társulatot lát vendégül a 18. Nemzetközi Báb Fesztiválon. Francia, angol, spanyol, lengyel, bolgár és román bábosok is érkeznek a megyeszékhelyre. A szervezők minden korosztály számára kínálnak szórakozási lehetőséget, többek között babaszínházi produkció és felnőtt előadás is szerepel a programban. A megnyitó a hagyományos gólyalábas bábos felvonulással veszi kezdetét szerda délután 16:30-tól, melyhez bárki csatlakozhat a Korzótértől a fesztivál helyszínéig. A színház előtti téren minden nap változó tematikával ingyenes bábos játékok várják az érdeklődőket, míg a bábszínházi programok az Ibsenházban zajlanak reggeltől estig.
13. alkalommal rendezte meg szombaton a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége az Országos Szenior Táncfesztivált Gyulán. A rendezvényre az ország minden részéből érkeztek táncos lábú nyugdíjasok. Társas tánc, néptánc, vagy éppen zumba, sokféle műfaj képviseltette magát szombaton a Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban megrendezett Országos Szenior Táncfesztiválon. Az eseményen nagy hagyományokkal bíró tánccsoportok is felléptek. Gyulára legalább 7 éve járunk, imádjuk a város, nagyon szeretünk idejönni, vendégbarát a város, és itt is mindig szép élményeink vannak, sikereink. Békés megyéből többek között a Sarkadi Nyugdíjas Klub tagjaiból létrejött, szuper nagyik formáció is eljött, akik egy nem éppen hagyományosnak számító produkciót adtak elő. Úgy gondoltam, megpróbáljuk a zumbát. Nagyon tetszett a mamáknak, és nagyon-nagyon ez a Szófia tánc, ez nagyon vitte a társaságot. Úgyhogy könnyű dolgom volt. Hamar megtanulták, és nagyon büszkék vagyunk magunkra. A rendezvény főszervezője, a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke kiemelte, hogy ezúttal is szép számban érkeztek szenior versenyzők, idén több mint 200-an léptek fel Gyulán. Egy közösségépítő ereje van ezeknek a rendezvényeknek, óriási, és hát látom az embereken is, örömmel táncolnak, hiába idősek, de vidámak, és nem hagyják abba. Hát amikor vannak olyan társcsoportok, hogy 76 év az átlag életkor, azért az már nem semmi, és úgy mozognak, és azt szoktam mondani, hogy ettől maradnak fiatalok. Gyula alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a nyugdíjas korosztály hozzáállása példaértékű, és a fiatalabbakat is motiválja. Önöknek még inkább példát kell mutatni a mostani generációnak. Önök azok, akik el tudják hitelesen mondani, hogy hogyan is kell élni, hogyan is kell teremteni, hogyan is kell alkotni, hogyan kell a közösségeket erősíteni, hogyan kell az adott településüknek a közösségi életében, mint szerves szövet ott lenni és alakítani, formálni a települést. Ilyenkor az idősebb generáció egyfajta ünnepet teremt a fürdővárosban, tette hozzá az alpolgármester, aki éppen ezért azt reméli, hogy a jövőben is Gyula adhat otthont e rangos eseménynek. Ukrán-magyar sportnapot szervezett a Békés megyei Kanó Judo Ese szombaton. A cselgáncsozók ezúttal több más sportágban, kispályás fociban, biliárdban és csocsóban is kipróbálhatták magukat, de a közös főzés is hozzájárult a jó hangulatú szezonzáráshoz. A fiatalok gyorsan birtokba vették a Békési úti sportcentrum műfüves pályáját, ahol ezúttal a foci kapta a főszerepet. A programra a csabai sportolók mellett a megyeszékhelyen és a szolnoki klubnál edző ukrán cselgáncsozók, valamint az aradi klub képviselői is eljöttek. Nagyon jó sikerül ez a mai nap, nagyon jó baráti hangulatban telik a nap, nagyon jól érzi magát mindenki, eszik, iszik, és sportolás van. Hát ilyen egy jó sportnap, evés-ivás, sportolás, és baráti beszélgetések vannak, jó sikerült, nagyon, nagyon barátságosak vagyunk egymással, ők is szeretnek minket, mi is szeretjük őket, nagyon jó sikerült ez a mai sportnap. A Békés megyei Kanó Judo Ese életében már hagyományosnak számít a szezonzáró sportnap megszervezése, amely nem csak a mozgásról, hanem a közös főzésről is szól. Csapatépítéshez ezek az évzáró összejövetelek, ezek egyediek a Jánosnál, nem minden sportágban csinálják, pedig hát így kovácsolódik össze baráti alapon is a csapat. És a csapat szellem az nagyon sokat segít a versenyeken. Május közepén 20 kijevi cselgáncsozó érkezett Békés Csabára. A két egyesület sportolói jó hatással vannak egymásra, hiszen mindenki tanulhat a másiktól a közös edzéseken. Mi nagyon technikások vagyunk, de ők meg nagyon, nagyon agresszívek, nagyon akarnak, amit el akarnak érni, azt próbálják elérni a tatamin keresztül, a fogásokon keresztül. Remélem, hogy mi is ebből tudunk tanulni, a én versenyzőim is tudnak ebből építkezni, és hát nagyon szépen dolgozunk együtt. A sportolók számára nincs megállás nyáron sem.
A következő hetekben is folyamatosan zajlanak az edzések a Csabai klubnál. Szeretünk Békés Csaba! Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!